Életre szóló élményekkel gazdagodhattak a káváriás hetedikesek, június elején ugyanis Horvátországban kirándultak. Az iskola a határtalanul programban már negyedik alkalommal tudta kiutaztatni diákjait a határon túlra, ahol magyar közösséggel találkozhattak a gyerekek. Határtalanul, tehát a határokat úgymond nem figyelembe véve olyan területekre jutunk el, ahol legfontosabb az, hogy tényleg magyarokkal találkozunk, és a gyerekek látják azt, hogy nem kell meglepődni, hogyha országhatárt átlépve is magyar szót hallanak, ez talán a legfontosabb. A gyerekek pedig határtalanul jól érezték magukat, pár nap alatt rengeteg látnivalót néztek meg, na és persze a fürdésre is volt idő. Szerintem nagyon-nagyon jó, hogy nem csak így Magyarországon, hanem így külföldet is úgymond megismerhettük, aki mondjuk nem szokta máskor, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat mindenki. Véleménye szerint. Rengeteg várat néztünk meg, és a fürdés is nagyon tetszett. Rengeteg legendát is meséltek nekünk az ottani helyekről. A testvériskolával való találkozás is nagyon jó volt, nagyon élveztük ezt a pár napot. Nagyon-nagyon jól éreztem magamat, nagyon szép volt Horvátország, és legfőleg a magyar történelem emlékeit nézhettük meg Horvátországban. Voltunk Karlovácsban, megnézhettük Zrínyilon a szülővárát, voltunk Trogirba, ott is nagyon szép város, és ott is az idegenvezetőnk bemutatta a várost. Voltunk Dubronyigban, ami nekem volt, ami a legeslegjobban tetszett. Ott megnéztük a várfalat, ami így régen úgy épült a város, hogy körülvette Dubronyikot, és azon sétáltunk végig, és nagyon-nagyon tetszett nekem, nagyon szép volt. A diáksereg és kísérő tanáraik június 3-a és 6-a között tartózkodtak Horvátországban.